Perli az államot egy jogszabály miatt tönkrement vállalkozó. Egy jogszabályi változtatás révén 35 évig csak a MOL hulladékgazdálkodási ZRT, azaz a MOHU gyűjtheti be a magyarországi hulladék javarészét. A cég feladata a vállalati és lakossági, főként csomagolási hulladék begyűjtése és az újrahasznosítható anyagok eladása. A döntés miatt sokan kiszorultak a piacról, így például az az egyszemélyes kisvállalkozó Juhás Sándor is, aki használt sütőolajat gyűjtött fajszon. A vállalkozásához felvett hiteleit fizetni kell, bevétele pedig nincsen. Őstermelői tevékenységet folytattam biogazdálkodóként. Abból fektettem be az elején, abból készült el az első gyűjtő. Összesen olyan 5,5 millió forint volt, ami személyi hitelből ment ebbe bele, meg még amit a saját pénzemből tettem bele, mesélte Juhász az átlátszónak. Elmondása szerint próbálkozott a mohunál, hogy folytassa munkáját, de nem járt sikerrel, így végül bírósághoz fordult. Kérni fogom a bíróságot, hogy mondja ki, a magyar állam még közérdekre hivatkozva sem hozhat kilátástalan anyagi helyzetbe magánszemélyeket és vállalkozásokat azáltal, hogy egy profitorientált magánvállalatot monopól helyzetbe hoz. Különösen kártalanítás nélkül. Szerintem ez egy demokratikus jogállamban egy alapdolog lenne. Ha a magyar állam azt mondja, hogy ezt az állampolgáraival megteheti, akkor szerintem bíróság előtt mondja ki saját magáról, hogy valójában maffia állam. Mondta az átlátszónak Juhás Sándor. Ügyvédje nincs, mert eddig senki sem vállalta képviseletét, saját maga egyengeti az útját. Az állam vitatja, hogy a vállalkozó az állam által hozott jogszabály miatt maradt munkanélkül, így szerintük a kártérítés feltételei nem állnak fenn. Nem ez az első eset, hogy a kormány döntése hátrányosan érint komplett szakmákat. 2016-ban a halálomány védelmére hivatkozva tiltották meg a kereskedelmi célú halászatot. Miközben az adatok azt mutatják, hogy a hobbi jóval több halat fogtak ki az élővizekből, mint a hivatásos halászok. A kormány többször ígérte, hogy rendezik a munkanélkül maradt halászok sorsát, ebből azonban nem lett semmi. Az érintettek azóta sem kaptak kártérítést. Hogy Juhás Sándor sikerrel jár-e a magyar állammal szemben, előbb-utóbb kiderül.